Immer. Öné a szóképviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Február 24-én, ma két hete robbant ki ez a háború, amiről mindennapi rendelőtti felszólalás szól. Mai napon a Magyarországgyűlés egy világos, de nyugodt hangvételű politikai nyilatkozatot vitat meg és fogad el. Sajnálatos, hogy a baloldal képtelen egyetértésre jutni ebben a nehéz helyzetben, hiszen tegnap kivonultak a határozathozatalról. A háború új helyzetet teremtett a világban és a magyar külpolitika számára egyaránt. Ahogy ezt már hangsúlyozta miniszter úr is, kiállunk Ukrajna területi integritása, szuverenitása mellett. Az elmúlt években fennálló vitáinkat félretesszük, az Európai Uniós csatlakozási folyamat megkezdése mellett vagyunk. Ugyanakkor elítéljük az orosz katonai agressziót, és támogatunk minden szankciót, amit a nemzetközi közösség kivet Oroszországra. Magyarország álláspontja négy szóban foglalható össze. Először is béke, másodszor biztonság, harmadszor egység, negyedszer szolidaritás. Béke, tehát a harci cselekmények leállítása, tűzszünet, humanitárius és béketárgyalások megkezdése, mindez a nemzetközi közösség napról napra egyre súlyosabb felelőssége. Másodszor, ami a biztonságot illeti, a magyar emberek biztonsága a határon innen és túl. Meg kell akadályozni a háború továbbterjedését, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ezért Magyarország nem küld katonákat, nem szállít fegyvereket Ukrajnába, és ami az energia részét illeti, a gáz, olajszállítás biztonságát pedig meg kell őriznünk. Magyarország tehát nem támogatja a szankciók ez irányú kiterjesztését, bármit is mond az ellenzék. Nem lehet velünk, magyarokkal megfizettetni a háború árát. Ami pedig az egységet illeti, a NATO, az Európai Unió, az Európa Tanács, a V4 meglepő és nagyon üdvözlendő egységes álláspontot foglal el. Fontosnak tartjuk a határozott és felelős fellépést ezen nemzetközi szervezetek részéről, és szorgalmazzuk, hogy ezt az egységet sikerüljön a nyugati világban fönntartani. Ami pedig a szolidaritásnak a fontosságát illeti, ezen a területen mindenféleképpen rendkívül komoly mozgásterünk van, és ahogy hallhattuk külügyminiszter úrtól, Magyarország mindent megtesz, és a legnagyobb elismerés illeti azokat az egyéneket, szervezeteket, egyházakat, akik aktívan kiveszik a részüket a segítségnyújtásból, amely kétirányú. Először is segítenünk kell a menekülteket, amely tekintetében szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország a második legjelentősebb menekült fogadó ország Lengyelország után, és ez a szám, ez napról napra növekszik, és azzal kell számolni, hogy az elkövetkezendő hónapokban ez nem fog lassulni. A másik irány pedig az ukrajnai humanitárius katasztrófának az enyhítése érdekében történő cselekvés. Ami a menekülteket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország mindenkit befogad, nemzetiségre, állampolgárságra való tekintet nélkül. Ami pedig a humanitárius katasztrófát illeti, egész Ukrajnára figyelemmel vagyunk, különösen odafigyelünk Kárpátaljára, a hozzánk legközelebb eső térségre, illetőleg az ott élő magyaroknak a megsegítésére. Legfőbb feladataink közé tartozik ezekben a napokban a kormányzás tekintetében. Ami pedig az ellenzéknek a magatartását és vágyait illeti, szeretném világossá tenni, hogy egy ponton el kell dönteni, hogy a háború vagy pedig a magyar emberek oldalán állnak-e. Aki fegyvert akar küldeni, vagy katonát akar küldeni, vagy el akarja zárni a gázcsapokat, az egyértelműen a háború oldalán áll. És ami pedig azokat a vádakat illeti, hogy Magyarország milyen kapcsolatban áll Vlagyimir Putyinnal, Gyurcsány Ferenc volt az, aki kiskutyát ajándékozott Vlagyimir Putyinnak. Ő volt az, aki az apró villában vendégül látta, és ő volt az, aki az orosz titkosszolgálattal világította át a magyar kémelhárítást, a Nemzetbiztonsági Hivatalt. Hölgyeim és uraim, a politikai nyilatkozat elfogadása egy kiváló alkalom arra,
hogy nemzeti egységet alakítsunk ki ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Ha valamikor, akkor most van szükség politikai konszenzusra. Köszönöm szépen a figyelmüket!